Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Dunakanyar FM 94.1-en, Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem a Jobban Rosszban sorozat mellie, Tóth Zsiga Nóra, szervusz! Szia, köszönöm a meghívást! Tóth Zsé Nóra van az én papíromra írva, és ebben is kezdem a beszélgetést, hogy megkérdeztem tőled adás előtt, vagy felvétel előtt, hogy mi ez a Zsé, és hogy használhatjuk-e? Igen, abszolút használhatjuk, bár úgy vagyok anyakönyvesztetve, hogy Tóth Zsiga, ez a vezetéknevem. Csak gyerekkoromban nem szerettem annyira, és csúfoltak miatta, úgyhogy így elkezdtem használni a Tóth Zsét, de ez azt hiszem, hogy pont tavalytól meg is változott, úgyhogy vissza. De ma már nem csúfolnak. Nem, ma már nem. Ma már nem. Nagyon fiatal színésznő vagy, és nagyon köszönöm szépen. Hirtelen robbantál be ebbe a napi sorozatba. Mióta vagy jelen? Július óta, igen, július óta. És ott, ha jól emlékszem a történetről, ott hirtelen ti hárman érkeztetek meg a sorozatba. Így van. Hát volt ennek egy előkasztingja, többfordulós előkasztingja. Három szereplőt kerestek, egy ilyen vagány karakterű lányt, egy ilyen pufi, cuki fiút, és egy menő, jóképű, magas srácot. Nem tudom pontosan, hogy ez volt pontosan az elképzelés, de így jött össze. Az én karakteremre többen voltunk, elég erős volt a mezőny, de hát végül engem választottak, és ugye egyszerre indultunk el hárman. Te karaktered azért egy picit megosztó a történetbe. Tehát, igen, nagyon. Azért, nagyon megosztó. Azért néha szimpatikus vagy, de néha meg nagyon nem, hogy ezt te hogy éled meg, mint színész? Nagyon nehéz néha megformálni Meli karakterét, mert ugye tud nagyon-nagyon-nagyon áskálós kis, tényleg nagyon... nem akartam azt mondani, hogy kis Gani. Kisdög? Mondjuk azt, hogy kisdög? Jó, igen, kisdög tud lenni, igen, de amúgy alapvetően szerethető karakter. Tehát ő csak azt mondja mindenkinek, ami a szívén van. Tehát persze vannak ilyen kisebb-nagyobb, nem túl szimpatikus húzásai, hogy elérje azt, amit akar, de mindig eléri. És mindig azt tartja szem előtt, hogy neki jó legyen. Szerinted a jövőben a sorozatban jellemet formálódni fog? Tehát, folyamatosan formálódik. Tehát, jó irányba, vagy rossz irányba? Hol jó irányba, hol rossz irányba. Tehát mindig a nézők meg tudnak egy kicsit, vagy megismernek egy kicsit többet Meliből, vagy hogy fogalmazzak, de meg tudtam mutatni azt, hogy milyen, amikor Meli szerelmes, meg tudtam mutatni azt, amikor milyen amikor nagyon-nagyon dühös, amikor próbálja elérni azokat a dolgokat, amiket kitűzött magának, megfelelni. Szóval nagyon sok rétű, és ez izgalmas. Meliről egy kicsit lépjünk vissza rád, hiszen igen. Nem Melit hívtuk ma meg ide adásba, hanem téged. Igen. Hogy indult a te életed? Hogy keveredtél erre a pályára? Te, jól tudom, egy vidéki lány vagy. Így van, és erre nagyon büszke vagyok. Honnan származol? Turáról származom. Hát nincs annyira messze. Hát te. Nincs messze, de... 15 perc autóval? Nem, 40. 40. 40, igen. Azt hiszem 40 valahány kilométer. Hát én már oviban elkezdtem ezt az egészet, és én már akkor mondtam anyáiknak, hogy én színésznő akarok lenni. Hát akkor persze pislogtak az elején, hogy jó, oké, kislányom. De aztán észrevették, hogy tényleg ez az, ami a legjobban érdekel, és ebbe az irányba megy el az életem. Egészen, hát elkerültem gimnáziumba, akkor még nem is, még gimnázium előtt, általános iskola után a Talentumba jelentkeztem, és emlékszem, hogy 15 főt vettek föl, és én voltam a 16. a listán, és ezt kirakták, és akkor mondtam anyáiknak, hogy kész, vége az életemnek, innentől kezdve nem akarok semmi más csinálni, jó, akkor lesz velem, nem tudom, mi lesz velem, bármi. Aztán végül elkerültem Aszódra, de ugye ez Pesten volt, elkerültem Aszódra a gimnáziumba, ami szintén egy nagyon jó döntés volt, már nagyon-nagyon sok jó embert ismertem ott meg, és a mai napig barátaim. Utána pedig elkerültem Ceglédre,
nyilván ugye felvételiztem több helyre, színművészeti egyetem, stb. Azt nem tudom, 3-4 évig próbálkoztam, de nem sikerült bekerülnöm, de Ceglédre igen, a Patkós Irma Művészeti Akadémiára. Oda is költöztem, első évben még kollégista voltam, aztán utána már szerettem volna egy kicsit szabadabb életet, és albérletre váltottam, ott tanultam színészkedni, amellett játszottam Kecskeméten és Szolnokon, kiválasztottak minket az iskolából, hogy ott gyakorlatozzunk, és utána költöztem fel Pestre, na hát és Pesten próbáltam szerencsét, hogy akkor elkerülni színházba, ide-oda, kisebb castingok, kisebb reklámfilmek, pilotfilmek, ilyesmi, de mellette ugye dolgoztam hát ilyen, hogy mondjam, civil munkát, nagyon sok mindent, és nekem mindig is ez volt az álmom, tehát én ezt sosem adtam fel, ez kb. 10 éves munka, hogy most így ide. Rögös ez az út, illetve ez a része az útnak, amikor fölkerül egy fiatal színésznő Pestre és próbálja megtalálni a helyét a szakmába? Tehát sok pofon volt, mire jutottál oda, ahol most hát vagy? Rengeteg, igen, mert egyedül költöztem fel, nem ismertem senkit. Hát ugye, mint vidéki lány, kicsit naív is voltam, elhittem mindenkinek mindent, és azt hittem, hogy na most akkor tényleg bekerülök, megváltom a világot, színésznő leszek, ide megyek, oda megyek. Csak hát ugye jöttek a pofonok sorjában, de nem adtam fel, és hát eljutottam idáig, hál' Istennek. Ha most visszarepülnénk 10 évet az időbe, és igen, tudod, hogy milyen nehézségek árán, de hova juthatsz el, ugyanezt az utat választanád? Igen, határozottan, igen. Családon belül egyébként milyen volt ennek a támogatása, amikor már nyilván gyerekként meglepődtek, aztán igen, amikor már látták, hogy ez egy komoly szándék, akkor azért melléd állt a családod ebbe? Abszolút végig támogattak nekem a nővérem, illetve a húgom, mi három vagyunk lányok, testvérek. Ők mindig mondták, hogy Nóra, ne add fel, soha ne add fel, mert neked tényleg ez az utad. És még ha mellette, nem tudom, pincérnősködtem is, vagy asszisztenskedtem, vagy takarítottam, tényleg nagyon sok mindent csináltam, akkor is azt mondták, hogy nem baj, akkor ebédszünetben menj el castingra, csináld meg a saját kis karrieredet, lehet, hogy egyszer bejön, lehet, hogy egyszer sikerül. És ugyanígy a szüleim is mindig végig mindenben támogattak. Szülők vagy felmenők között volt bárki, aki hasonló pályán tevékenykedett jelenleg? Nem, senki. Mindenki civil. Mindenki valami, hát nem tudom, nővérem például tanítónéni, a húgom katona. Most pedig az még egy katona. Igen. Aztán most személyjegyző. Édesanyám ápolónő. Édesapámnak vegytisztítója van. Hát nagyapám még ugye, amikor még éltek, földet műveltek. Édesanyám, édesapja, ő cipész volt. Tehát, hogy így... Sehol senki. Innen folytatjuk, viszont most egy picit elszadunk zenélni. Oké. A számban, egy igazi fél homályban, kiveszem elmorzsoltan, megnézem, miért nem dobban. Olyan a hús a versben, mint igazi hús levesben. Vannak az álmok némán benne, a gyöngyök néz, nem témán. Nem is alszik a paplan az ágyban, nem ismersz fel a szürke ruhámban. Neve nincsen a testnek a szádnak, nem is látod, mennyire látla. A titoknak nincsen fája, nem másznak rá utánad. Maradnak tisztes részek, de annak fáj a szája. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüppet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobban, ha végre megmozdultam. Csak alszom a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüppet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobban, ha végre megmozdultam. Thank you.
érzések áznak az ágyban, árnyékban nem leszel árva, térképet rajzol a padlón, repülnek falvak alatta, amikor most nem vagy a részem, amikor már nem leszek ébren, akkor vagy élet egészen, szőke vagy barna a télen, most nézek újra a sebbe, tátongó fut a fejemben, ott várom hármat a naptól, egyet nekem, kettőt a mámnak, fecsennek a ráncok a korban, nyújtózom roskat a borda, enged a ránc a porba, ahonnan jöttem, megmozdulnak. Csak az a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, vértem, dobbal, ha végre megmozdultam. Csak az a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ha végre megmozdultam. Lüktet az ér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, vértem, dobbal, ha végre megmozdultam. Megmozdultam, az a régi sebben, egy kicsit részegebben, a szívem a két kezemben, ma végre megmozdultam, lüktem a tér a zsebben, a szívem a két kezemben, figyelem, értem, dobban, ma végre megmozdultam. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, vendégem Tóth Zsiga Nóra színművésznő, jó magam, még mindig Szűcs Balázs vagyok. Családnál fejeztük be, hogy gyakorlatilag egy teljesen civil családból indultál, testvérekkel, igen, szülőkkel, de mindenki civil. De legalább a tesóid ugyanilyen csinosak, mint te? Igen. Húgom és köztem 8 év van, nővérem is köztem 4. Viszont ha együtt megyünk valahova, ami elég sűrűn fordul elő, akkor azt kérdezik tőlünk, hogy ikrek vagyunk-e. Nem tudom, hogy ez hogy lehet, főleg, ha mindannyiunknak ki van engedve a haja. Nem tudom, sikerült egy ilyen jó genetikát örökölnünk, ők is elég vékonyak. Édesanyám is nagyon csinos, apum nagyon sármos, hál' Istennek, úgyhogy így igen. Már tökéletes a család, mondjuk. Hát, így. Köszönöm szépen, igen. Merem állítani, igen, hogy az. Fontos egyébként a jó külső, a szépség abban, hogy az ember színészként el tudjon indulni? Vagy csak az egy kis plusz, ami az elején segít? Azt gondolom, hogy egy löketnek igen. Nem tudom, talán olyan hasonlatot tudnék mondani, hogy ugye most, hogy ittam egy nagyon finom kávét. Megfűszerezem egy kicsit tejszínhabbal, és ráhintek egy kis fahéjat. Na, most attól még tökéletesebb lesz, de így is nagyon tökéletes volt ez a kávé, nagyon finom volt. Viszont szerintem egy picit lök azon, hogy tehát több lehetőség nyílik az ember életében szerintem, hogyha van megjelenése. Ha van megjelenésed, és még nagy Isten tehetségesnek is születsz, mennyire fontos, hogy tanuld is a színészetet, hiszen mondtad, hogy te tanultad ezt, de nagyon sok olyan ma már híres vagy ismert színész van, aki egyszerűen ösztönösen lett színész vagy vált színész, és a gyakorlat hozta ki vele, tehát soha nem tanulta. Tehát kell ezt a szakmát tanulni? Azt gondolom, hogy vannak olyan jó színészek, akik autodidakta módon sajátították el ezt a szakmát, de ahhoz, például szerintem ahhoz, hogy mondjuk el tudjunk játszani egy mondok egy Shakespeare-t, ahhoz szerintem kell az, hogy nagyon sok szituációban legyen, nagyon sok szituációt éljünk át, és olyan emberek bőrébe bújjunk, akik nem lehetünk mi a valós életben. Szóval
nem tudom. Egyébként teljes átéléssel játszol? Tehát ha kapsz egy szerepet, vagy rád osztanak egy szerepet, akkor te teljesen belebújsz annak a karakternek a bőrébe? Mindent elkövetek, igen, hogy ez így legyen. Nyilván nem mindig sikerül. Függ attól, hogy milyen a környezet, mennyire kell sietni, hogyan kell játszani, újra kell venni, nem kell újra venni, tehát ez azért mindig változó, de hogyha van rá idő, akkor szokott igen sikerülni. Tehát el tudod nyomni úgy a saját személyiségedet, hogy te magad. Vagy inkább azt mondanám, hogy hozzárakom. És nem esel bele abba a hibába, mert például sok színésznél tapasztaltam azt főleg, és ez sorozatszároknál különösen veszélyes, hogy annyira bele élik magukat a szerepükbe, főleg ha évekig, évtizedekig tart, hiszen vannak sok, hogy egyszerűen a szerepükké válnak. Tehát a magánéletben is átveszik azokat a dolgokat, mint ami a szerep, amit a szerep megkövetett tőle. Igen, ez nagyon nagy csapda lehet különben, mert én is észreveszem magam, ugye nem vagyok még egy éve ott. Én is észreveszem azért magamon, hogy jé, ezt mintha Meli mondta volna, tényleg mondjuk a boltba, ha lemegyek, vagy ha kutyát sétet. Tehát gesztusokat veszel át, ilyesmi? Igen, egy kicsit azért, igen, játszom vele, de hát nyilván ez is belőlem jön, tehát amit ugye ott is, mint Meliként valósítok meg. De azt teszem észre, hogy egyre több dolog van olyan, jön az életembe, ezt nem is gondoltam, hogy ez is én lehetek, és akkor utána lehet, hogy tudom hasznosítani, mint Meli, ami kicsit színezi a az utcán egyébként ez a meliség mennyire köszön vissza, tehát leszólítgatnak, már fölismernek, ha mész a közérbe, vagy ha nem tudom, szórakozó helyen megjelensz? Inkább azt, hát volt rá példa sokszor, igen, de inkább nagyon néznek. Valahonnan ismerős ez a lány. De hogyha már nagyon közvetlen ember vagyok, nagyon sokszor így idegenekkel nagyon jól el tudok csevegni, és akkor mindig szóba jön, hogy hát igen, én nézem a sorozatot, és hogy tudom, hogy Meli, te nem vagy ilyen gonosz, egy kicsit aranyos vagy, és mondom, hogy Meli sem gonosz, csak éppen csinálja az ügyeit, és így intézi. De egy idő után, amikor már elkezdenek velem beszélgetni, akkor rájönnek. Főleg, nem tudom, lehet, hogy a hangom miatt, vagy a gesztusaim miatt, de ilyen sokszor részben. Főleg, hogyha otthon vagyok Turán, akkor persze ott mindenki már tudja, uh-huh. Mert hogy ott ugye, vidéken mindenki tud mindenkiről mindent. De otthon igen. Te vagy turasztárja? Nem, hát azért ezt így nem jelenteném ki, de nagyon, édesanyám nagyon cuki, mert ugye, hogy ápolónő a körzeti orvos mellett, és akkor mindig jön haza, hogyha én is otthon vagyok, találkozunk, akkor mondja nekem, hogy ó, képzeld kislányom, most jött a szomszéd, most jött a nem tudom kicsoda mindig, és mondja, hogy nagyon-nagyon örül, hogy ismer engem, és hogy büszke, és anyának ilyenkor nagyon dagad a mája, nagyon cuki mondja, és örül neki. De ezt abszolút jól kezeli, és alázattal. De gondolom, hazamész azért ott, és végigmész a főutcán, azért meg kell állni egy-két jó Facebook képre a Nem, azért nem, mert ugye hát gyakorlatilag én is ismerek otthon mindenkit. Uh-huh. Inkább csak azért állítanak meg, hogy megkérdezzék, hogy mi lesz a következő részben. Amit egyébként nem szabad elmondanom, gondolom. Így van. Amit egyébként nem is szoktam elmondani, csak egy kicsi valamit elhintek, nagyon izgalmas lesz, vagy valami ilyesmi. De így inkább arról kérdeznek, hogy zajlik egy forgatás, milyen a stúdió, most hogyha valahol külső helyszín van, ahol forgatunk, akkor az hol van, vagy tényleg hogy néz ki, mint néz ki. Úgyhogy, meg hát azt kérdezték tőlem a múltkor, hogy bírom olvasni a szöveget a forgatások alatt. Hát mondom, ezeket nem olvasni kell, hanem meg kell tanulni. Igen. Tehát nincs egy ilyen milyen súgógép, ugye? Úgy hívják. Nincsen súgógép. Sajnos néha pedig nagyon jól jönne, de nem, azt kőkemény felkészülés. Könnyen tanulsz egyébként szöveget? Az elején nehéz volt, egy picit ugye hát nem volt annyi gyakorlatom, még az akadémián, hát ott rengeteget, ott a koldus operát, hát azt ugye jól be kellett vágni 2 hónap alatt, viszont ugye azok folyamatosan mindig ugyanaz a szöveg volt. Itt meg ugye, hát nem tudom, most egy ilyen egy héttel előtte körülbelül, hát ugye átlagban, igen, inkább 5 napot mondanék, átlagban 5 nappal előtte azért megkapjuk, és akkor tudunk készülni uh-huh. szépen sorjában.
Na hát az azért egy kis idő, nem sok, igen, de... Igen. Sok. Visszanézed-e magad a tévébe? Nagyon nehéz volt az elején, amikor először voltam, akkor a kis családom szervezett nekem egy premier partit otthon, és akkor jöttek a szomszédok, barátok, családtagok, mindenki is. Nagy közös tévézés. Ja, igen, és akkor fú, ott a nappaliban mindenki, persze gyönyörű szép idő volt egész héten, és akkor anya megtervezte, hogy kint majd lesz vetítés, és bográcsolunk közben, meg minden. Persze aznap esett az eső, és akkor volt 11 fok, ez augusztus, nem tudom, hanyadikán volt. És bent voltunk, és az nagyon, hát, megrázó élmény volt elsőre, mert nagyon-nagyon sok mindenen javítottam volna, amit látom. Úristen, ilyen gesztusaim vannak, látom, hogy zavarban vagyok, látom, hogy most akkor kicsit javítanunk. Jó, és sok mindenen tudtam volna javítani elsőre. És azóta? Azóta volt már egy pár rész, amire azt mondom, hogy na jó, itt láttam, hogy oké volt minden. Azért érdekes, mert volt nálam egy sorozatszínésznő, és most nem mondom meg a nevét. Igen. Aki például rajong azért a sorozatért, amiben ő maga szerepel. Tehát a sztoriért, nem igen, a szerep. Igen. És mondta, hogy mindent fölvesz, el nem mulasztan egy részt is. Tehát, igen. De mondom, hát ebbe forgatsz. Mondta, hogy ez tök más. Tehát ő tudja saját magát úgy nézni, mint egy karakter a történetbe. Tényleg? Engem annyira megdöbbentett, hogy... Kérlek, adáson kívül mondd meg, hogy ki volt, mert szeretnék tanácsot kérni. Én megdöbbentem, hogy lehet ennyire elvonatkoztatni attól. Hát hiszen ott vagy benne, eljátszod a szerepet, azért... Persze. Jó, hogy nyilván egy csomó jelent valamit nem ismersz, de hát akkor is, hogy tud kilépni a szerepéből. Igen. No, erre még majd lehet, hogy visszatérünk, de most egy picit elszaladunk meg ízenélni. Rendben. Hullámok hullámhosszán, a Dunakanyar új rádiója, a Dunakanyar FM 94.1. Funky groove, bam, bap, bap, bap.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Az autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és Lovarda. Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istálók szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és Lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztár Limonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál. Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhes is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen! Reklámot hallottak. Huszonegy óra 30 perc. Következnek a Dunakanyar FM legfrissebb hírei. Sosem vettek még ennyien részt a nemzeti konzultációban, mint a mostaniban. Életfogytiglant kapott az Aranykéz utcai robbantó. Gyulai és székesfehérvári csapatok nyerték a Kárpát-medencei Hungarikum betélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel. Sosem vettek még ennyien részt a nemzeti konzultációban, mint a mostaniban. Eddig 1.560.000-en küldték vissza a kérdőívet. Ez sokkal több, mint amennyien a baloldalra szavaztak 2014-ben, és sokszorosa annak, amivel a Momentum megfúrta az olimpiai pályázatot, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba leszögezte, lényegi és jövőt érintő kérdésekről van szó a nemzeti konzultációs kérdőíveken. Ma már az is világosan látszik, hogy a jövő évi választásnak az lesz a tétje, hogy meg tudjuk-e védeni közösségeinket, hagyományainkat és kultúránkat, tette hozzá. Megkezdték a tagok toborzását a nemzeti otthonteremtési közösségekbe. A csatlakozók a Central NOC szervező ZRT-n keresztül juthatnak lakáshoz úgy, hogy kötelezettséget vállalnak egy meghatározott összeg rendszeres befizetésére. A vállalt összeghez az állam hozzátesz még 30%-ot, akár havi 25.000 forintot. A megtakarítási idő legalább 10, legfeljebb 15 év. Negyedévente pedig sorsolással vagy licittel döntik el, hogy ki juthat előbb lakáshoz, de a futamidő végére minden NOC tag hozzájut egy maximum 40 millió forint értékű lakáshoz. Életfogytiglant kapott József Rohács, Portik Tamás pedig 13 évet, miután ma jogerősítélet született a 19 évvel ezelőtti Aranykéz utcai robbantás és a fenyőgyilkosság ügyében. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta az első fokú ítéletet, amely szerint Portik Tamás adott utasítást József Rohácsnak, hogy ölje meg Boros Józsefet. A bíróság szerint a szlovák állampolgárságú Rohács gyilkolta meg Fenyő János média vállalkozót is még 1998-ban. Jövőre 6 szombat is munkanap lesz, ugyanakkor 9 hosszú hétvégére készülhetünk, derül ki a Magyar Közlönyben megjelent nemzetgazdasági miniszteri rendeletből. Hosszú hétvége lesz például a március 15-i, a május 1-i és az október 23-ai ünnep is. Emellett jövőre augusztus 20-a is hétfőre esik, továbbá húsvét és pünköst hétfő is szabad lesz. Gyulai és székesfehérvári csapatok nyerték a Kárpát-medencei Hungarikum betélkedőt. A versenyközpontjában a Hungarikumok gyűjteményében szereplő 64 Hungarikum állt, ezekről kérdezték játékos formában a diákokat.
az általános iskolások közül a Gyulai Magvető Református általános iskola és óvoda csapata, a középiskolások közül pedig a székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes kollégium diákjai nyerték a döntőt. Szombaton eleinte sok lesz a napsütés, majd az egyre gyakrabban megnövekvő gomoly felhőkből több felé várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is lehet. A hajnali 9 és 15 fokról 23 és 28 fokig melegszik a levegő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szószátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Visszatértünk ismét a stúdióba, önök a Szószátyárt hallják itt a Dunakanyar FM 94.1-en, beszélgetőtársam továbbra is Tóth Zsiga, Nóra színművésznő. Hát ott tartottunk, hogy visszanézni magad a sorozatba, vagy egyáltalán a tévében milyen érzés, mennyire fedezel fel hibákat, mennyire vagy elégedett például avval a külsővel, amit a tévé mutat a nézők felé, hiszen tudjuk, a tévé kövér itt. Igen, nagyon. Nagyon, sokkal szélesebb. Meglepően sovány lány vagy az életben egyébként. Igen, csak hogy sokkal szélesebbnek látom például az arcom. Hát, hogy így, és anyum is ezt mondta, hogy Nóra, mint a híztál volna, nem tudom, nem találkoztunk egy hétig, vagy kettő, és Nóra, te híztál? Vagy mi történt? Mondom, anya, ez legalább egy két hónappal ezelőtti felvétel volt. Most került ugye adásba, de hogy nem, csak nem tudom, néhány kameraállásból én is megdöbbenek, hogy... Azt mondják 30%, tehát... Tényleg? Én ezt hallottam már több helyről is, hogy legalább ennyi pluszt számolhatsz, hogyha vagy olyan bátor, és a kamerák elé állsz. Hát igen, hallottam már egy kolléginától is, igen, hogy mondta, hogy... Hát, hogy mondták neki, hogy jé, te élőben sokkal szebb vagy, mint a tévében. Jó, milyen kedves. Igen. No mindegy, hát azt gondolom azért nincs baj veled még így 30%-kal kövérebben se. Hát nincs, igen, csak akkor ne egyébként azért, hogy ilyen legyen az alakod, az alkatod, dolgozol, tehát sportolsz, teszel érte? Vagy szerencséd volt és így születtél? Szerintem szerencsém is volt, de azért volt szerencsém, mert mi már 4 éves korunk óta szertornáztunk. Hát akkor azért van egy komoly sportmúlt az igen, azért alakformáló. Tehát elég komolyan csináltuk, mi tényleg eljutottunk országosig, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, heti 4 napot minden nap esténként egy jó 2-3 órákat edzettünk, és ez ugye ment 10-12-3 éven keresztül. Tehát azért ez szerintem nagyban meghatározza azt, hogy ma, majdnem 30 évesen azt tudom mondani, hogy nem vagyok elégedetlen a testemmel, tehát hogy ez igen, de ma is teszek érte, csak most már nincs annyi idő. De azért edzőterem ilyesmi, az van, gondolom. Nem szeretem az edzőtermet, van ilyen TRX-em, és akkor azzal szoktam így mókázni, illetve lovagolok, amint van szabad időm, akkor kimegyek egy kicsit. És az van nem... saját lovod, vagy pedig nincs van egy fix helyed, ahol jársz? Nincs még, azt mondom, hogy még, nagyon szeretnék, csak még nem tudom, hogy merre visz az élet, aztán, hogy melyik irányban tudnék mondjuk így lótartás, ilyesmi, tehát ezt nagyon át kell gondolni. Lófelelősség. De jól az tudom, kutyád van? Igen, van egy szőrös, kis büdös testű, fehér kiskutyám, úgy hívják, hogy Málna, kis havanyéz, és még valami talán nagyon okos, és most otthon vár engem, de... Magányosan szegény. Remélem, hogy nem szomorú, igen. Szegények, nekem egyébként pont egy hasonló kutyám van, úgyhogy tudom, ismerem azt a szomorú tekintetet, amikor beírsz a lakásba, és szemrehányóan ránéz, és hol a túróba voltál te eddig. Én mindig azt mondom, hogy ilyen tablóképfotózás, amit még nem is tudom, én 2000-es évek elején, az a váll mögött hátranézős, és mindig ezt szokta csinálni, hogy mondom, Málna, most elmegyek dolgozni picit, aztán jövök vissza, jó? Tudod, hogy mindig visszajövök. És így hátat fordít, és hát hátrafordítja a fejét, és csak így néz. Terrorgép. Igen. No, aztán olvastunk róla egy ilyen nagyon érdekes dolgot. Én nem is teljesen értettem, hogy neked van egy vállalkozásod, élő kirakat. Ez mi? Igen, hát én ezt nem is tudom, talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt gondoltam egyet, hogy úgy érdekelt a kirakatrendezés. Elmentem esküvőszervezőnek, tehát hogy így bele kóstolgattam egy-egy dologba,
így amellett, hogy küzdöttem, ugye, hogy a színész pályát legyen a fővállag, vagy hát igen, a főállásom. És elkezdtem csinálni ezt az élőkirakatot, ez annyi igazából, hogy az üzletek meg tudják rendelni egy 2-3 órára 4-5 modellel, vagy nyilván függően attól, hogy mekkora a kirakat, egy ilyen olyan időpontban, amikor nagyon sokan vannak az utcán, vagy akár ugye plázákban, délutánonként, pénteken, valahogy így, nem tudom. És a kirakatban mindenféle különböző témájú, nem tudom, kirakatot csinálunk meg. Csináltunk egy cipő márkának. Tudod, van ez a zenélő ékszerdoboz. Igen, és igen. A közepén forog egy balerina, és közben zenél. Megvan teljesen. Oké. És megcsináltuk ezt egy igazi táncos lányjal, aki építettünk egy ilyen pici zenélő dobozt, hát picit, hát akkor ugye, hogy élethű legyen, és jó, ott táncolt abban, és akkor így szépen bemutatta a cipőket, meg minden, akkor ennek nagyon nagy sikere volt, illetve csináltuk az Andrássy úton is, ott volt egy ilyen nagyon szép afgán akár is, és ilyen tengerparti témájú kirakatot csináltunk, ilyen régi fényképezőgéppel, ezzel a régi felhúzhatós, kattintós fényképezőgéppel, ott fotózták egymást. Ez egy komoly produkció gyakorlatilag. Igen, ez kompletten smink, haj, tehát maga a készülődés is a kirakatban történik, és azt is tudják nézni a járók előtt. Érett erre ma a magyar vásárlóközönség? Megértik, hogy mi történik itt valójában? Hát amikor először csináltuk, akkor nagy szenzáció volt, mert mindenki ott állt az utcán, és akkor nagyon sokan még oda jöttek, hogy én nem láttam még ilyet, de én nagyon bután néznék, hogy most itt mi történik. Igen, ezt még gondolom nehezen fogadják, hogy nyilván külföldön már működik, meg voltak itthon is ilyen üzletmegnyitók, meg divatbemutatók alkalmával, tehát ezeket megcsinálták már egyszer-egyszer, de így folyamatosan nem volt erre példa. És te ezt most működteted egyébként a színészkedés mellett, vagy ez már a múlt? Nem ástam még el. De szerintem pedig baromi jó, nekem tetszik. Vannak ilyen én egy kicsit most így ilyen hobbinak tartom, tehát ugye nyilván nekem az első a színészkedés. És hogyha jön egy megrendelés, akkor nagyon szívesen megcsinálom, és ebben a testvéreim is nagyon sokat segítenek. Van csapatom, akik tudnak jönni nekem segíteni, sminkesem, fodrászom, fotósom, tehát hogy tudok nekik szólni, hogy na, akkor srácok, nem tudom, következő hónap 12-én, akkor megyünk ebbe és ebbe az üzletbe, megcsináljuk, csinálom castingot, hogy mi a megrendelőnek a vágya, mit szeretne látni. Te magad sosem szerepeltél, vagy szerepelsz a kirakatba? Nem. A legelején sem álltál be? Amikor még mondjuk kvázi nem volt ennyire ismert? Nem. Te mindig irányított pozícióban voltál. Igen, én azt élveztem. Én azt született én főnök vagy, mondhatjuk. Túlzásokból ne essünk, de igen, azt mondjuk nagyon élveztem, igen. Na. Összerakni a csapatot. Pihizünk, aztán visszatérünk. Oké. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Nem hallom, hasad a légballon. Zuhanunk, hazudunk, lebukunk, feladom, mert azt hiszed, nem hallom. Azt hiszed, nem látom, amikor kint ásom. Csak azért te esek a gödörbe, temet, mert azt hiszed, nem látom. Nem hallod, a szavam nem tartom. Nevetek, fecsegek, lopom a szereped, mert azt hiszem nem hallod. Azt hiszem nem látod, kiköpöm, megrágom. Menekülsz, idejössz, tudom, ám belekötsz, azt hiszem nem látod.
nappal van, dobogot elkaptam. Megölöm, sírotom, odadom, nem adom, mert az hiszem nappal van. Azt hiszed éjjel van, feszülés elpattan. A sötét betemet, tudod a helyemet, mert azt hiszed éjjel van. Szátyár. Műsorvezető Szűcs Balázs. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, vendégem Tóth Zsé, tehát Tóth Zsiga Nóra. Jó magam, még mindig Szűcs Balázs vagyok. Hát az élő kirakatról, mint vállalkozásról tudtunk meg az előző percekben nagyon érdekes dolgokat, annyira érdekeseket, hogy én úgy döntöttem, hogy ezt meg is fogom nézni, amint lehetőségem nyílik rá. Illetve javaslom a hallgatóinknak is, hogy keressenek rá az interneten, ahol vannak ennek különböző képi lehetőségei, nézzenek utána, biztos jó buli. De térjünk vissza egy kicsikét hozzád. Ilyeneket olvasok meg én, hogy te jelenleg szingli vagy. Ez így van most is? Vagy amikor készült ez az interjú, akkor az voltál? Hát... Igen, vagy nem? Hát nem tudom, nem tudok erre konkrét választ adni. Én egyedül élek, Málával, és hát van egy ilyen randi folyamatom, de nem mondanám azt, hogy... De mit üzenjünk a hallgatóknak, hogy rajta és keressenek téged bátran, vagy azt, hogy már sajnos foglalt vagy? Nem, hál' Istennek nem bombáztak meg annyira. Nagyon finoman kapok ajánlatokat, de nem durvák, és nem tolakodók. Úgyhogy ezt szépen tudom kezelni. Hát most egyelőre inkább a karrierre koncentrálok, tehát így, hogyha elfogadod ezt a választ, akkor... Határeset. Jó. Ahogy Vágó István mondta volna pár évvel ezelőtt. Ha már a bombázásról, meg az ajánlatokról beszélünk, nyilván ma kikerülhetetlen a történet a Facebook korában, hogy népszerű embereket elkezdik vagy pozitív értelemben zaklatni, de hát nyilván van negatív zaklató is. Találkozol mind a két típussal? Megérinted már ez a probléma téged? Meg, igen. Főleg az elején, amikor ugye megjelentünk. Voltak olyanok, akik támadtak, hogy de csak azért... De a tévés karakteredet támadták, nem téged támadtak. Nem a tévés karakteremet bántották, vagy támadták, hanem engem, mert láttak a tévében, hogy gyakorlatilag Melit támadták. Egy nő volt, aki nagyon-nagyon meglepődtem, aki azt írta, hogy lehet, hogy én most kezdek bele ebbe, egy 29 éves nőnek már szülnie kéne és férhez menni, nem színészkedni.
És hát ez volt az első, és talán a legnagyobb ilyen támadás, ami úgy egy kicsit megérintett, és zokon vettem, de aztán úgy gondoltam, hogy nem tudja azt, hogy mi van mögöttem. Tehát, hogy ez volt egy ilyen, a többit meg már egész jól tudtam kezelni, tehát nem. Gondolom, szerelmes üzenetek azért mentek különböző férfi rajongóktól. Igen, nagyon szép üzeneteket kapok verseket, kaptam dalt, kaptam egy török fiatalembertől egy YouTube linket, nem is tudom már pontosan mi volt, de azt írta nekem, hogy erről a dalról én jutok eszébe. És ez valami szenzációs dal volt, nem tudom, meg fogom mutatni, nem tudom, majd megkeresem, de tényleg nagyon-nagyon kedves gesztus volt tőle. Úgyhogy kapok ilyen aranyos dolgokat. Egyébként válaszolsz mindenkinek? Vagy nem tudom, hogy neked milyen profilod van, tehát van egy hivatalos profilod is, meg van egy magánember. Így van. Magánemberként gondolom azért próbálod nem keverni a rajongókat. Igen. Ott azért megtartom azt, hogy akiket ismerek, ők vannak ott nekem, és hogy privát dolgaimat szoktam ott megosztani. Csak hivatalos oldalamnál? Hivatalos oldalam, hát igen, tudod, a privát oldalam a Tóth Zsinóra, a hivatalos a Tóth Zsiganóra, és ott is inkább a munkáimat szoktam. Uh-huh. Tehát kommunikálsz a rajongóiddal. Így van. Meg hogyha tudok, van időm, akkor válaszolok tényleg. Sok olyan rajongód van, akit ma már név szerint ismersz? Aki akár megy utánad, nyilván követ online, vagy akár tényleg személyesen is megpróbál veled kapcsolatba kerülni. Tehát vannak ilyenek már? Mármint úgy érted, hogy többször hát aki visszatérő rajongó. Visszatérő rajongó. Akiről már tudod, hogy ez a név kit akar. Így van, tudom, igen, van egy pár. Igen, akik folyamatosan követnek, mindig kommentelnek, mindig küldenek valami kedvességet. Igen. Ez jó érzés, nem? Persze, ez nagyon jó visszaigazolás. Hogy állsz színházi dolgokkal? Színházi dolgokkal, kérlek szépen, én utoljára 2007-ben voltam. Mármint nem színházban, hanem színpadon, deszkákon. Hiányzik? Igen, bár ha 2 évvel ezelőtt kérdezed ezt tőlem, akkor azt mondom, hogy nem. Viszont most, hogy csinálom ezt így, és folyamatában, így azt mint hogyha nem is tudom, így egyre többet akarnék belőle, és ki akarom magam próbálni deszkákon is. Mint Tóth Zsiganóra szeretném kipróbálni magam. És vannak valamilyen határozott szerepálmaid is? Nincs. Bármit, szívesen, dráma, vígjáték, musical, jöhet minden. Énekelsz, táncolsz is? Tam. Igen. De közel áll hozzád egyébként? Szereted az ilyen típusú feladatokat? Igen, csináltunk is egy kis dalt, így egy kedves barátommal, Krisz Rudival, ő zongorázott, én meg felénekeltem Nina Simone egyik számát, és kipróbáltuk, hogy mégis hogy hangzik, milyen lehet. Nagyon szívesen csinálnék még egyet, de hogy ez így egy kicsit ilyen hobbi szinten volt, tehát hogy ezt így kipróbáltuk, és segített nekem sok mindenben. És a táncolás pedig, hát a tánc az annyira nem áll hozzám közel, amikor a Herben játszottam, akkor nehezen tudtam a lépéseket megtanulni. Nem azért, mert hogy annyira nehezen tudnék memorizálni, csak egyszerűen érzem a ritmust, érzem azt, hogy na, oké, akkor most nekem jobbra menne a lábam, de közben a bal kezemet kell megemelnem, tehát is ez egy kicsit nehéz volt, de hát ez is ugye 10 évvel ezelőtt volt. Lehet, hogy most már jobban menne. Lehet, igen. Ez megdöbbentő egyébként, hogy 30 éves leszel, tehát én most nyilván láttam az életrajzi adataidat, de amit csak a tévébe követtelek figyelemmel, én maximum 25, de tényleg az a maximum, amire tettelek volna, de lehet, hogy még inkább fiatalabbra. Hát igen, nagyon sokszor találkozom ilyen szituációkkal, amikor mondjuk, ha boltban veszek egy üveg bort, vagy ilyesmi. Szemét kérlek. Hát
Nem kérik el, pont. De gyanús vagy. Gyanús, igen, gyanús vagyok. Lefele néztem, ugye a pénztárcámat nyitottam ki, és vettem volna ki a pénzt, hogy kifizessem, és csak annyit hallok, ugye elmúltál már 18? És felnéztem az eladóra, és így rámosolyogtam, és azt mondta, képzeld el, hogy ja, látom, igen, és kérdeztem tőle, hogy mégis mitől, vagy miből látja, miért mondta ezt? Hát csak látom a mosolygos ráncaidat. Köszönöm szépen, igen, elmúltam 18, már egy 11 éve. Hát, Nóra, maradj el mindig így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, elszaladt az adásidőnk. Hát remélem, hogy még találkozunk, és én sok is. Sikert neked az életben addig volt. Is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dunakanyar FM 94.1. A hullámok hullámhosszán. Bakancsom kopott, hallja az út korát. Messze a célom, de a gondolat oda talál. Bár lennék gyorsabb, mint az idő, hogyha száll. Lábam úgy vinnek, érzem valaki vár. Azt hittem könnyű lesz, de a távol van oly nehéz. Az ajtó most nyitva áll, és itt megáll az ész. Jöjj, egy éjszaka nem a virág, színes, mint egy álom, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Egy éjszaka nem a virág, szebb a valóságnál, jöjj, míg az óra körbe jár, minden ránk vár. Ágyam a zöld fű, takaróm az ég, csillagok, fények, nekem éppen elég. A hajnal ébreszt, harmad fejemre száll. Göröttem senki, csak álmodtam, valaki vár. Azt hittem könnyű lesz, de a távol van oly nehéz. Az ajtó most nyitva áll, és itt megáll az ész. Jöjj, egy éjszaka nem a világ, színes, mint egy álom, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Egy éjszaka nem a világ, szebb a valóságnál, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Nem a világ, színes, mint egy álom, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Egy éjszaka nem a világ, szebb a valóságnál, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Egy éjszaka nem a világ, színes, mint egy álom, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. Egy éjszaka nem a világ, szebb a valóságnál, jöjj, míg az óra körbe jár, a szürke reggel nem ránk vár. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Na, 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 na. Araszki László vagyok. A Trimédió gondozásában már az üzletekben a legújabb CD-n. Címe: Megszólal a telefon, megszólal a telefon, megszólal a telefon, a telefon, eldobom a telefon. Az autózás múltja érdekes, izgalmas, rejtélyekkel és kalandokkal teli. Ön is kíváncsi rá? Veterán Garázs magazin. Nem csak szakembereknek. Keresse az újságárusoknál. Hippodrom és lovarda.
Egy magazin, mely fantasztikus kivitelben exkluzív tartalmat kínál a lovak, a lóversenypályák és az istálók szerelmeseinek. Lovazz velünk! Hippodrom és Lovarda. Keresd az újságárusoknál, a CBA-kban és a jobb benzinkutakon. Üdvözlöm Önöket! Radics Márk vagyok, a Sztárlimonádé főszerkesztője. Havonta megjelenő bulvárlapunkban csak is az Önök kedvenceiről írunk. Keressenek minket az újságárusoknál! Láng József színművész vagyok. Már 55 éve, hogy estéről estére a színpadra lépek, és már 5 éve, hogy hónapról hónapra a Pepita magazint olvasom. Pepita magazin. Film, színház és a nagyvilág. Keresse az újságárusoknál. Recept és rejtvény. Mindenkit lefőzhet. És még nyerhet is. Recept és rejtvény. Főzzön, fejtsen, nyerjen!